Jó napot kívánok, Dési János vagyok, az év utolsó lapszemléje Török Dani kollégámmal, de egy pillanatra ugorjunk vissza az egyen előző lapszámhoz, amelynek a fejléce Új Buda elipszilonnal jelent meg, és kijavítva pirossal egy évvel, hogy ezzel hívjuk fel a figyelmet arra, milyen fontos az oktatás és a tanárok. Hát volt olyan kedves ember, aki azt gondolta, hogy ennyire butácskák vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy az Új Budát milyen évvel írják, és gúnyolódott rajtunk, hogy még ezt se tudjuk. Hát innen üzenjük neki, hogy köszönjük szépen, hogy bebizonyította, hogy milyen lényeges az oktatás, amelynek amúgy nem része az irónia és a humor. Na most nézzük az... Facebookon is volt utóélete, úgyhogy érdemes volt megcsinálni ezt a lapszámot. Tehát tanulni, Új Buda pontos J, és valahol elipszilonnal látja, gyanakodjon, hogy tréfa áldozata lett. Szóval Új Buda újság pontos J-vel az idei utolsó szám. Nagyon lényeges, hogy változtatási tilalommal próbálkozik a túlépítés ellen a kerület 3 körzetbe, Kelenföld, Albertfalva és Őrmező meghatározott területein, ha jól értem, 3 évre be lehet fagyasztani az új építkezéseket, ugyanis hát még Új Buda mindig olyan népszerű, hogy egyre másra nőnének ki azok az épületek, amelyekhez nincs elég infrastruktúrális beruházás. És hogy értsék az olvasók is és a nézők is, azért volt erre szükség, mert a kormányzat folyamatosan elvonta az építéshatósági jogköröket az önkormányzattól, annyira, hogy már nem nagyon maradt semmi az önkormányzat kezében, csak ez a változtatási tilalom, és ez szerencsére lestoppolja a mindenféle építkezést az adott területeken, úgyhogy egy kicsit ezt a túlépítést vissza lehet ezzel fogni. Fontos döntés volt az is, hogy zöld területté, illetve közparkká nyilvánították a Hamzsabégi sétányt. Ennek azért van nagy jelentősége, mert ugye a déli körvasútépítés projekt ott zajlik, Mészáros Lőrinc cégei nagy erőkkel nekikezdtek a munkát. Ki hinné, hogy Mészáros Lőrinc? Igen, egészen véletlen egy beruházás, amit Mészáros Lőrinc támogat, illetve végez, úgyhogy... Hát nagyon nem szeretnék a lakók, hogy ez ott megépüljön, vagy ott bővüljenek ezek a vasúti pályák, hiszen elképesztő volumenű és mértékű vasúti forgalmat eresztenének rá arra az egyébként is hangos, zajos és rezgésekkel terhelt környékre. A lakók eddig sem örültek neki, de hát az aztán nagyon sok gondot okozna, és a zöld felületet is szépen kiírtanák ott. Nagy felháborodás volt ebből, reméljük, hogy számítani fog ez a zöld besorolás, így jobban védhetőek ezek a fák majd. És hát bírósági eljárás is folyik azért, hogy megakadályozzák azt a természetrombolást, amivel ez a vasúti építkezés járna, a Popék nevű civil szervezet, amelyik már egyszer nyert pert egyébként ebben az ügyben, közösen lép fel az önkormányzattal, illetve az önkormányzat is, és a Popék is fellép ebben az ügyben. Másik beruházás, a Ménesi úton a Corvinus Egyetemnek egy új kampusza létesül, 16 milliárd forintos beruházásból, amelyet az Európai Unió helyreállítási alapjából fizetnek. Csak zárójelben megjegyzem, hogy én ebbe az épületbe jártam főiskolára, amikor még egy másik intézmény volt, ami aztán gondos elhanyagolás következtében lepukkadt annyira, hogy valószínűleg lehet, hogy már tényleg csak ez a lebontás maradt neki, és akkor így el lehet költeni 16 milliárdot. Egyébként egy oktatási intézmény volt az is, kollégiummal mindennel együtt, nem ismerem a részleteit, minden esetre hát a világ ilyen, hétfőn építünk, kedden lebontjuk, szerdán újraépítünk, felhőkarcoló. És ha már építkezés, akkor átadták Budapest első felhőkarcolóját, utána néztem a kétkedő kedvéért, nevezhetjük felhőkarcolónak, hiszen a szabály szerint azokat az épületeket lehet nevezni annak, ami kiemelkednek jelentős mértékben a környezetéből. Persze Távol-Keleten, Amerikában ennél magasabbak vannak, de nekünk ez a 143 méter magasságú MOL kampusz is igen magas, de sok vita volt arról, hogy ez jó, hogy megépült, meg itt épült, meg vagy nem, de az biztos, hogy egy építészeti remek született, elképesztő technikai megoldásokkal, tehát mondhatjuk, hogy legmodernebb épület nőtt ki a földből Magyarországon, és hát ennek a részleteiről mindent megtudhatnak a cikkből. Igen, ez elég vitatható, hogy kinek tetszik, kinek nem. Egyébként hagyományosan Budapesten 96 méter lehetett, hogy volt eddig a legmagasabb épület, a parlament, illetve a bazilika. Aki megfejti, hogy miért 96 méter, annak majd adunk egy éves Új Buda újság előfizetést. Hát most ez megnőtt, egy modern városban vannak felhőkarcolók, hogy pont ide, pont így kellett-e.
minek a szimbóluma ez a szép nagyra nőtt torony, az lehet még vele, lehet róla gondolkozni. Egy kétoldalas képriport az adventi forgatagról, ugye az Etele téren lévő vásárról és azokról a folyamatos programokról, amelyek nagy tömegeket vonzottak. Igen, és hát nagyon sok sztárral is találkozhatunk, hogy azért erről is említést tegyünk. Itt volt Karamell, a Boney M, és hát hatalmas ajándékátadási akciók után vagyunk. Azért ez egy nagyon jó dolog, hogy több mint 200 ajándékot sikerült úgy kiosztani, hogy az újbudaiak, cégek, magánszemélyek fogadhatták örökbe, és adhatták oda így, becsomagolva szépen a színpadon, azoknak a gyerekeknek, akik nem kaphatják meg azt, amire vágynak. Nagyon jó dolog, és van most már koripálya is, úgyhogy tovább is megy a dolog. Tóth Kata ezúttal Gáti Gyuri, Gáti György barátunkkal készített egy interjút neki most a Faur Zsófi galériában. Volt egy érdekes kiállítása, nagyon érdekesen fényképező fotóművész Gáti György, aki egyébként jól is zongorázik. Schwarzenegger valamelyik filmjében, talán a Vörös Zsaruban, egy nagy jelenetben ő játszik a zongorán, de hát a kiállítása nem kevés derül ki, hogy jól zongorázik. Az kiderül, hogy Gáti Gyuri jól is fényképez. És Kebes Andrással is találkozhatunk az újság hasábjain, ugyanis itt volt a B32-ben beszélgetett a Más a hangzó című portré műsorban. Nagyon jó sztoriai vannak, én nagyon szeretem őt hallgatni. Ugye hát ő volt a Stúdió című nagyon népszerű kulturális műsornak az egyik riportere, és elképesztő volt hallgatni, hogy az internet előtti korban hogyan lehetett levadászni világsztárokat, és hát hogyan lehetett Acél György kultúrpolitikussal megvívni, hogy ezek az interjúk le is menjenek a televízióban. Csak úgy belenézek, hogy elmesélje, hogy hogyan találkozott Gabriel García Márquezzel vagy Woody Allennel, és miként csinált interjút. Én írtam pár évvel ezelőtt egy könyvet a sajtóbeli anekdotákról, ott is elmondja ezeket, össze kéne hasonlítani, hogy ugyanúgy mondja el ezeket a történeteket, vagy sem. Készítettünk egy filmecskét néhány nappal ezelőtt, biztos sokan látták már itt, de most az összefoglalóját az újságban is elolvashatják. Szegál Viktor, a híres séf, és Szemere Katalin újságíró kollégám 100 keks receptjét gyűjtötte össze, mert keks van kicsi, nagy, kerek, szögletes, édes, sós, flódnis és camembert sajtos is, szóval ők egy ilyen nagy receptparádéval készültek. Keks, ami állítólag nagyon egyszerű, legalábbis Szegál Viktor azt mondta nekem, hogy ne izguljak, ne stresszeljek, még én is meg tudnám csinálni. És akkor van benne sport, partizánok a Diák Sportfesztiválon, Vöröskereszt Mikulás, és korcsolyáz nálunk, téged is vár, az Újbuda Etele jégpálya szerepel az utolsó oldalán az Újbuda újságnak így pontos éve. Viszontlátásra! Mindenkinek kellemes ünnepeket!